hosszú sor áll az egyik pécsi halbolt ajtajánál. Nem véletlen, hiszen a karácsony közeletével sokan vásárolnak ilyen húsfélét. Pontyot szeretnék venni, tisztítva. Ez minden karácsonykor, ez a menü? Hát általában igen. Milyen szempont alapján választ halat? Hát ezt szeretjük, ezt megszoktuk. Élő, kizsigerelt és fagyasztott halat is árulnak ebben az üzletben, amit sok pécsi már jól ismer. A tulajdonos Hagendorn József azt mondja, korábban december 18-a körül érkezett nagyobb vásárlótömeg, idén azonban már három hete legalább ekkora a forgalom. Külön örül annak, hogy úgy tűnik emelkedik a halfogyasztás aránya, bár ebben az évben változtatniuk kellett az árakon. A legnagyobb probléma az, hogy a termelői áremelés az megviselt bennünket is, és az, hogy idáig azzal voltunk, hogy jó, már jobb lesz a fogyasztásunk, mármint a halfogyasztásunk, sajnos most megint rá kellett emelnünk a halak árára, ami egyébként sem volt idáig sem olcsó, tehát nem a legolcsóbb, nem csirke szárnyhoz vagy csirke farhához lehetett hasonlítani. A legtöbben még mindig a népszerű pontyot választják, amiből halászlé készül. Most azonban egy másik halfajtát is sokan vásárolnak, ami változatos módon használható fel, véli a szakember. Ez az afrikai harcsa. Én már csináltam belőle töltött paprikát, csináltam belőle már töltött káposztát, brassóit, saslikot, tehát mindent meg lehet belőle csinálni. Már mit főzni, tehát mindenféle ételt lehet belőle főzni. Ez hatalmas siker lesz majd. Az afrikai harcsa az hatalmas, ott fog hasítani az elkövetkezendő időkben. Le fogja túrni a pontyot is majd egy idővel, mivel nincsen benne szálka, nagyon ízletes. Igaz, pár száz forinttal többe kerül, mint az ilyenkor megszokott hagyományos halfajták, de nagy sikere lesz az afrikai harcsának, tette hozzá Hagendorn József.